Nézzük most meg egy egyszerű 10x10-es litherlinternek a megoldását. Kezdjük talán ennél a sarokelemnél, ennél a hármasnál, hiszen ezt már többször láttuk, hogy ennél ilyen típusú hármasnál ezek itt vonalak lesznek. Hát van még itt a sarokban a hármas, ennél a hármasnál, az ilyen típusú hármasnál ezek lesznek vonalak, sőt még itt is alul is van egy hármas, ezek, ilyen típusúnál pedig ezek lesznek a vonalak. Ezt már többször láthattuk. Itt viszont a hármasnál biztos, hogy nem lehet vonal, mert ha az volna, akkor innen már csak lefele jöhetnék tovább, akkor itt ebben a pontban elakadnánk. Hát akkor ennek a hármasnak ez lesz a vonala. Itt csak is tudok tovább jönni most már. Itt csak erre, itt meg csak erre, itt meg csak erre. Itt csak lefelé, itt pedig csak jobbra. Fölfelé biztos, hogy nem, tehát nem vonal. Lefelé itt még tudok jönni, meg jobbra. Nézzük ezt a két sarokkal találkozó hármast, ezeknél ez biztos, hogy vonal. Mint azt már többször láthattuk, ez viszont itt biztos, hogy nem vonal ez miatt a sarokelem miatt. Akkor ebből a pontból most már csak lefelé tudok jönni, innen is csak lefelé tudok jönni, innen is csak lefelé tudok jönni. Ez itt nem lehet vonal, ez miatt a kis zárt kör miatt, tehát csak lefelé tudok jönni. Itt is csak lefelé tudok jönni. Nem lehet vonal az átkör miatt. Tehát lefelé tudok jönni, és akkor ennek a hármasnak meg is van mind a három vonala, hogy csak ez, ez, és ez lehet, hiszen ez, mint láttuk, ez már nem lehet. Itt balra jövök, itt is csak balra jövök. Itt csak fölfelé jöhetek, itt pedig csak balra jöhetek. Viszont most már ez miatt, hogy ez itt egyenesen jön itt, ez már nem lehet vonal, és akkor ennek a hármasnak a harmadik csak ez lehet, ez itt nem lehet vonal, meg ez sem lehet vonal. Itt viszont ebben a pontból egyedül csak balra mehetek tovább, tehát akkor innen is csak balra mehetek tovább, meg innen is csak balra mehetek tovább, akkor ez itt nem vonal, ennek a kettesnek a másodikra már csak ez lehet. Itt csak lefelé jöhetek, meg itt is csak lefelé jöhetek. Ez itt nyilván nem lehet vonal, ez sem lehet vonal itt, ez miatt a csúcs miatt, tehát csak lefelé jöhetek, itt meg csak jobbra mehetek, fölfele itt nem mehetek ez miatt a csúcs miatt, viszont mehetek tovább, jobbra épp az, hogy nem mehetek, mert hogyha jobbra jönnék, akkor ebben a pontban alakadnánk, hiszen ide fölfelé már nem tudok tovább jönni. Tehát akkor itt lefelé kell akkor jönnöm, eljutottam most ehhez a hármashoz. Ezt a hármast, ezt bejárhatom úgy, hogy elindulok jobbra, utána lefelé, utána pedig csak balra jöhetek. Vagy pedig elindulok lefelé, jobbra, és utána fölfelé, és akkor itt azonnal elakadnánk. Tehát marad a másik lehetőség, elindulok jobbra, utána lefelé, utána pedig balra. Nem lehet vonal. Ez sem lehet vonal. Ennél a kettesnél biztos, hogy nem lehet vonal, mert akkor itt elakadnánk ebben a pontban. Tehát ennek a kettesnél a két vonala már csak ez és ez lehet. Akkor viszont ez itt nem vonal, ez miatt a csúcs miatt. Hármasnak csak ez a három a vonala. Ez itt nem vonal, és akkor innen már csak jobbra mehetünk tovább, lefele itt nem jöhetünk, nyilván fölfelé sem mehetünk, mert itt elakadnánk, tehát csak egyedül balra jöhetünk már innen. Innen pedig csak fölfelé mehetek, innen pedig csak jobbra mehetek. Ennek a kettesnek a második vonala már lehet, innen csak fölfelé mehetek, ez itt nem lehet vonal, nyilván ez sem lehet itt vonal, mert itt elakadnánk. Itt csak fölfelé mehetek, itt pedig csak balra mehetek tovább, ez itt nem vonal. Nyilván ez sem vonal. Itt akadnánk el. Ez sem lehet vonal, mert itt akadnánk el. Ez sem lehet vonal, mert itt akadnánk el.
Ez sem lehet vonal, mert itt alul akadnánk el. Ez sem lehet vonal, mert itt ebben a pontban akadnánk el. Itt csak lefelé jöhetek. Itt csak balra mehetek. És egyelőre nem tudom megmondani, hogy merre megyek tovább, mert lehetek lefelé is. Értve hát itt fölfelé mehetek még, és utána balra, és utána lefelé. Az úgy nem jó, tehát fölfele nem mehetek. Azért nem mehetek, mert ha így jönnék, akkor itt azért akadnánk el, mert akkor ide egy sarokelembhez kéne beugranom. Tehát ez biztos, hogy nem vonala neki, akkor viszont ez sem vonala, meg ez sem vonala itt. Igen, ez sem lehet itt vonal, viszont mert akkor itt akadnánk el. Akkor innen már csak lefelé jövetek tovább. Itt jobbra nem mehetek, az biztos, mert ha jobbra jönnénk, akkor itt már csak lefele jöhetnénk, és az viszont az már ennek az egyesnek második vonala. Ez sem itt vonal, mert akkor meg itt akadnánk el, megint csak. És nyilván ez sem lehet vonal, mert ez miatt a sarokelem miatt. Persze akkor ez sem vonal itt, akkor itt akadnánk el. Szétnézve itt most alulról, ez itt biztos, hogy nem vonal, mert akkor itt elakadnék. Ez sem lehet vonal, mert akkor meg itt akadnék el. Ez sem lehet vonal, mert akkor megint itt akadnánk el. Ennek az egyesnek az egyetlen vonala ez lehet. Ez itt megint csak lehet itt vonal, mert itt akkor nem mehetne tovább a dolog. Itt csak fölfele jöhet. Ennek a kettesnek a két vonala már csak ez és ez lehet. Ez nyilván nem vonal, meg ez sem vonal. Itt csak fölfelé jöhetek, fölfelé itt nem mehetek. Ez miatt a sorok miatt. Ennek a hármasnak ez nem lehet ez a felső, mert akkor innen nem tudnánk tovább haladni. Ennek a hármasnak ez a bal vonal lesz majd. Itt fölfele mehetek csak. Itt is csak fölfelé mehetek, ez miatt a kör miatt lehet vonal, tehát csak fölfelé mehetek, akkor innen is csak fölfelé mehetek. Most már innen csak balra mehetek, fölfele nyilván nem mehetek. Itt csak lefelé jöhetek, balra nem, jobbra nem, csak lefelé. Itt csak jobbra, ez nyilván nem lehet vonal, ide nem jöhetek be. Takadnék el, akkor innen most már csak balra mehetek tovább, innen pedig csak fölfelé. Ez nem lehet vonal, ez sem lehet vonal. Innen már csak lefelé jöhetek. Innen pedig, mivel ide jobbra már nem jöhetek, csak balra. Itt is csak balra. Itt is van még két szomszédos hármasunk, ez vonala, ez is vonala, és ez is vonala. Van itt egy sarok kettesünk is, ennél, mint ezt már többször láthattuk, csak a felső és a jobb oldali lehet vonala, vagy pedig az alsó és a bal oldali. Akármelyik is az, ide, ez biztos, hogy vonalat kell be. Ez az egyik. A másik, ha így lesz a vonal, akkor is eljutok ide, ha pedig így lesz a vonal a kettesnek, a két vonala, akkor is ide jutok. Akárhogyan is, de ebbe a pontba eljutok, ha alulról jutok el, így, akkor fölfele már azért nem mehetek, mert az már ennek a kettesnek a harmadik vonala, tehát csak jobbra mehetek tovább. Ha pedig így jutok el, fölülről és jobbról, kerülöm meg ezt a kettest, akkor szintén csak erre jöhetek, mert ha erre jönnék, az már ennek a kettesnek lenne a harmadik vonal. Ez itt
biztos, hogy vonal lesz, akkor viszont ez biztos, hogy ennek a hármasnak ez nem lehet vonala, szerintem nem csatlakozhat vonal, tehát ez lesz a harmadik elem. Ez miatt, a csúcs miatt, ami kialakult, nem lehet vonal a hármasnak vonala már csak ez lehet. Ez nem lehet vonal. Ennek a kettesnek a másik vonala már csak előtt. Itt már csak balra. Ez itt nem lehet, hiszen akkor itt elakadnék. Ez nem lehet vonal. Itt viszont csak fölfelé jöhetek. Itt is csak fölfelé jöhetek. Itt is csak fölfelé jöhetek most már. Jöhetek még jobbra, de az nyilván nem lehet volna ez miatt a kis kör miatt. Tehát csak fölfelé mehetek. Akkor itt is csak fölfelé mehetek most már. Innen jobbra nem jöhetek. Csak balra. Akkor ez nem lehet volna, és akkor ennek az egyesnek az egyetlen vonala már csak lehet. Ez itt nem vonal, és akkor ez sem lehet itt, mert akkor ebben a pontban elakadnék. Ennek az egyesnek az egyetlen vonala már csak ez lehet. Itt csak lefelé jöhetek tovább. Ez nem vonal. Itt lefelé nyilván nem jöhetek, mert itt elakadnék. Csak is jobbra mehetek tovább. Ezzel ezt a 10x10-es Schlitter linket befejeztük. Megoldása ennek, tehát így néz ki.